Tisztelt tanáraink, kedves gyerekek! A közelmúltban iskolánkban járt egy tök jó kis színjátszó csapat Mórahalomról. Csokonai Özvegy Karnyónai című népi komédiáját hozták el nekünk, és ígéretet tettek arra, hogy nem ez volt az utolsó, hogy hozzánk látogattak. Most nézzétek meg az előadásról készített összeállításunkat. A riporterek Török Marian, Huszka Gabi és Hubai Gábor. Nem leszek én újság nálatok. Mihelyt az asszony egy orszi felvesz hozzá. Ugye szeretszéges valahol? Ah, bizony szép. Az urat kívánja én tőle, hogy felesem is épp előttem valamit, hogy más szeret. Ó, befúcs a gyermek vagy te, Boriska. Hát mondtam én, hogy azt a vén bolondot szeretek. Én szíves, örömest elverném Karnyóni anyám asszonyt. De nem a becsületes személyért. Mert az a kankorinos nudvéc kapna az olyan öreg vázat. Úgy hallottam, hogy te egy tehetséges színésznő vagy. Kérlek, mutatkozz be. Ördög Nóra vagyok. Melyik iskolába jársz? Igaz, hogy Mórahalmon élek, de Szegedre járok iskolába, a Radnóti Miklós gimnáziumba. Mit szóltak az osztálytársaid, hogy te az iskolán kívül színpadon is játszol? Az iskolában is működik egy színjátszó szakkör, de a Mórahalmi iskola szakkörének sokkal jobb a hangulata, éppen ezért inkább oda járok. Az Özvegy Karnyónéban mi a szereped? Én vagyok Boris, a szobalány. Mi a véleményed erről a szerepről? Nagyon tetszik a szerep, főleg az a dal, ami benne szerepel, és azt hiszem ez testre szabott. Fogadjon koporsorok, és menjen mindenki férje után az örökké valóságon. Mi ifjabb még egy kevésség, akarjuk mulatni a zsiralogulni. Álljön! Hintetlen bestia még azon felül csúfolódsz! Te kódus kutyák, hogy én korban tudod, mit el megugatni, hiszen helyként olvasatja, hogy én szemetelen találjon, és utána egy koporító! Kérem az azt, hogy moderálja magát! Csak ilyen állhat, aki az indulatoktól megrészegedik! Hány őt! Jaj, te ördögök edénye! Jaj, a fejem, jaj, a vékonyom! Jaj, a szegény férjem, az Isten nyugassza meg! Te akasztó pára való, bizony kétségbe kell esnem, elforgít! Úgy maradok, hogy felmaradok családnak vissza az ijesztő! Te elnyered még méltó jutalmadat! Engemet elhagytál, engemet megcsúfoltál. Azért, hogy büntessem meg téged, és kellettek korán vágjunk ki a vérök sorából. Hitetlen én. Mert én téged most is szeretem. Én inkább meghalok. Meg én veszek el, ha meg nem hallok. Ó, rakodd el az én órámat, ennyire megbúcsom csúfolva. Asszonyanyám, dolgoljunk! Asszonyanyám! Messze-messze a más világ felé. Elmegy asszonyanyám az operenciás tengeri. Jaj, vigyel engemet is. Együtt dobatok a más világ felé. Gyermek, jó volna vissza az Árpád atyához fohászkodnál. Én úgy így megalom. Ne hallj meg asszonyanyám, ha meghalt, hisz azt maga is megbánja. Az iskolában most lép fel először a Bounty színjátszó csoport. Szeretettel köszöntjük Farka Zsuzsán tanárnőt, a színjátszók vezetőjét. Honnan a név, hogy Bounty? Tulajdonképpen mi Mórahalmon járunk általános iskolában, de a színjátszó csoport egy szórakoztató központban működik Mórahalmon. Művelődési ház, mint említettem, szórakoztató központ. Innen a név, az ő nevük az, hogy Bounty szórakoztató központ. Mióta játszik együtt a csoport és kik a tagjai?
Nagyon régóta ismerjük egymást, igazándiból egy másfél év óta kezdtünk el rendszeresen találkozgatni. A foglalkozásainkon nem csak szijátszással foglalkozunk, sokat beszélgetünk, nagyon sokat hülyéskedünk, szabad formája van egy-egy találkozásnak. Mi volt a kérdés második fele? Hogy kik a tagjai? Igen. Felső tagozatos gyerekek 5-től 8. osztályig, bárki tagja lehet, aki úgy érzi, hogy szívesen jön közénk. Most éppen tanulnak-e valamilyen új szerepet? Megpróbálkozunk egy igazán nagy lélegzetű parasztkomédiával, Íj és Gyula Tűvétevők című darabját próbáljuk összehozni. Nem könnyű feladat, meglátjuk, mi lesz belőle. Hol lesz a bemutatója ennek? Reméljük, minél több helyen. A bemutató igazándiból Mórahalmon lesz, terveink szerint. Utána szeretnénk elmenni a darabbal egy szijátszó találkozóra, és ahova hívnak bennünket, ha ti hívtok, sikerül összehozni a darabot, akkor ide is eljövünk szívesen. Az Özvegy Karnyóné című darabot, amely most lesz bemutatva itt az iskolában, mennyi ideig tanulták? Tavaly februárban hirdettek meg egy szijátszó találkozót, egy megyei szijátszó találkozót, akkorra készültünk el vele, tulajdonképpen pár hónap alatt készültek fel a gyerekek, de azóta többször elővesszük, és hogyha valahova mehetünk, akkor elvisszük vendégszerepelni. Így engem rettenetes galibába kever, mind magamra, mind erre a jó lelki asszonyságra nézve. Megérdemelte a halálát. Még egyszer agyon lövök. De hát az asszony aluszik? Vagy csak te, Teti? Ura, az asszonyom, oda van, és az a jó lelki úr is oda van. Az úr ölte meg. Micsoda? Én öltem meg? Az úr bizony, de az Isten meg is venni az urat, mert az úr gyilkos. Szegény asszonyunk, ami súgban. Az meg aztán Isten nyilgalmazza meg bűnös lelkének, mi egyetetet? Most már hallgó fekszik. Az Isten megveri az urat. Vermés meg. 100 000 ördög, iszonyodja meg magamtól. Szerencsétlen asszony, szerencsétlen ifjú, kegyetlen áldozatai. Más világ, fogadj be enket. Én is tudom, ez nagyon jó estét, édes gyermekei. Hát, hogy vagytok? Az Isten áldjon meg benneteket, de nem is szóltok, de nem is esmertek. Csak menjek egy hát, a betegy van a házlát. Apám úr, én vagy apám úr. De régen nem láttam, az hozott a régen valamit a vásárhoz. Hoztam, édes fiam. Nezzel, ez az utolsó fegyel ennek a maradéka. Ezt együtt. Mert ez még apádnak aranyaknál is becsesebb volt. Te Balál, aki először megesmertél. Te, aki magadat is alig esmert. Én vagyok az, akinek te gondolsz. Én ennek a háznak az ura. A szerencsétlen karnyok. Szegény ugasztán. Talán bizony az égből szent lehet a szomorú. Bizony az égvezére, gyermekeim. Kóbor katonák fogtok-e? Triest és Grác között. Szegény ugasztán. Édes fiaim, de a sok szóbeszéd között. Majd el is lehetett, szegény öreganyátokról, hát élj, vagy hol az Isten adta. Mi az meg az Isten nyugodta, az hány volt meg, hogy ezt tetteje. Mosad meg éppen, az úr meg adódott a másikra. Nem haragol. Te is ennek maradtok, magát adódni. Ó Istenem, miért is tezélelni tömözből kintával? Ó szomorú este, ó halálos pádimentó. Szerintem, hogy eddig fajlódnak a dolgok. Én komédiát ígértem, a színnek úgy megrakta te temetkel, mint a tragédia végén. Itt már csak egy jó tündér tudna segíteni. Így előadás után hogy érzitek, hogyan sikerült?
Hát én úgy érzem, hogy jól sikerült, a fiatalabbaknak nagyon tetszett, de szerintem az idősek is tapsolt, tehát ők is tapsoltak, tehát tetszett biztos, hogy nekik is. És te, mint főszereplő? Hát végül is tetszett mindenkinek, ez volt szerintem a fő legdolog. És neked mi a véleményed? Hát szerintem a kicsiknek tetszett, a nagyobbaknak is, a legnagyobbaknak is, meg az azon közbelévőknek is. Hát egyetlen félrelépés az volt, hogy felugrottam a székre, az megszédült alattam, és majdnem ledurrantam onnan. Más, hát egész jó volt, egy szó. Mi kell ahhoz, hogy igazán sikerüljön? Hát szerintem az, hogy még fellépés előtt láthassuk a helyet, tehát mindent a közönségnek a terét is, hogy tudjuk, hogy mikor, hogy kell mozogni, ugyanis van két paravánunk, és hát azok között kellett mozogni, és előfordult már nem egyszer, hogy rossz felé mentünk ki. Te, mint főszereplő, mi a véleményed? Hogy összhangban legyünk a közönséggel, és tehát, hogy mindenki tudja a darab, vagy szerepét, és végül szerintem más. És te? Hát legalábbis is, hogy akik benn vannak, legyen humorérzékük. Jó szponzor, jó jelmezés, a legjobb darabok kiválasztása. Ha elvégzitek a 8-ot, hol szeretnétek tovább tanulni? Hát én számomra ez már el van döntve, hogy most a Deák Ferenc Gimnázium 6-osztályos kísérleti részére járok, és hát így 4 évet még ott tanulok, utána pedig szeretnék valami jó főiskolára választani. És te, mint főszereplő? Én gimnáziumba szeretnék lenni. És te? Erre neked mi a vélemény? Na, Csongrádra a mezőgazdasági gépésznek, vagy pedig Makóra? A Szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban színjátszó képző indul. Nem-e gondolt valamelyikőtök arra, hogy ott akar elhelyezkedni? Hát, talán nem kezdünk mondatot, mondta a színjátszó tanárom, ezért, hát nem igazán gondolom, én ezt a színjátszót, ezt úgy veszem, mint felnőtteknél egy másodállás, szóval én a baráti kör miatt járok ide, nagyon jól érzem magam. Én még nem gondolkoztam ilyenen, de a színjátszó tanárunk Zsuzsa néni szerint menjünk. Hát nekem egyáltalán nincs kedvem oda menni. Mert én csak kikapcsolódás miatt járok a színjátszóra. Te vagy a darabban a legkisebb szereplő. Mi a véleményed? Hogyan sikerült az előadás? Hát szerintem nagyon jól sikerült. Más helyt is volt már ilyen nagy sikerünk. Köszönöm szépen. Engedelmet kérek, hogy mert a ilyen bóriás tündérek szolgálhattam, de lám, azért jól elláttam, hogy a talál. Kegyelmetek pedig vígan voltak.